Na gyerekek, vasárnapom elég bizire sikeredett. Ami nem baj, ilyen is kell. Úgyhogy a Walmartból hazafelé megálltam itt Deniéknél. Kipakoltam megint a cuccokat, még száradjanak egy kicsit. Amúgy ez a legnagyobb bajom az első szezonban, júniustól szeptemberig. Főleg júliustól szeptemberig. Hogy esik minden nap, közben elaznak a cuccaim is. Nem, nincs, hogy kiszárítsam. Otthon ventilátorra felteszem, de nem olyan, mint mikor a nap szárítsa ki. Úgyhogy... Ja, beértem egy kicsit, működjek itt is. Nem fogok sokat maradni, egy óracskát, másfél órát. Ja! El vagyok vetkőzve a sugagyára. Melegban, mint a dökhely. Mennyi is van, nézzem meg a árnyékba. -35°C körül, 92 Fahrenheit. Ja, amúgy az Edger, trimmernek hívják itt. Tehát ez a szegélyező. Egész jó működött, ugye levágtam. Tegnap fejeztem be, levágtam ott hátul. Nem is tudom, csináltam-e róla videót. Nem csináltam, azt hiszem, másett az eső. Csináltam, nem tudom. Na mindegy. Nem tudom, emlékeztek ezelőtt, hogy nézett ki pár héttel, itt még mutattam videót. De elég jól learadtam. Ott meghagytam egy kicsit, hogy látszódjon a különbség. Nem, már nagyon elvult. Meg ez nagyon sűrű is volt, úgyhogy nem akartam ezzel itt hátul, úgyis csak a szemetet tosszintsuk ide. Nem szemét, ugye, nem a növényi hulladékokat, a fáról, ágakot, meg mit tudom én. De elég jól leveredtem. Csak egy kicsit szar volt, egy dolgot nem tudtam kifigurálni. Hogy etessem a... Hogy adagoltassam a izét, a damilt. Tehát itt van elől a feje. Most nem szedem szét, de úgy láttam, hogy úgy volt, hogy mutassa, hogy meg kell nyomni B felé, és akkor elfordítani. De nem tudtam kisilabizálni, szétszedtem, tettem kötőt, sokat, erre csavartam, jobbra-barna. Csak nem adagolta, úgyhogy nem tudom, én csináltam-e valamit rosszul, vagy szar a szerkezet. Amíg ez egy Ryobi SS26-os kétütemű, nem olyan nagy a motra, nem tudom hány lóerős, de biztos nem több, mint nem tudom én, másfél, egy-két lóerő között. Na, de mindegy, le lehet veretni vele. A kezemet kifárasztott a bal hüvelykujjam, most is el van zsibbadva. Sok rászkódástól. És ezek a damilok, a kemény szálú füvet nem verik olyan jó. Meg is tudom ott előmutatni, hogy miről beszélek. Ja, akad benne, meg csavarodik fel, meg nem tudja olyan közelre vágni, tőre vágni. Ilyen ragyogó idő van. Na, tehát a túlsó felét azt megmutattam a múltkor. Azt a múlt héten vágtam le. Most a tegnap levágtam itt ezt a felét a sansznak. És lassat kell, miről beszélek. Ezek a csonkok, amik kiáll így 5-6 centire. Nem tudtam közelebb vágni. Csak ott tekárta, de... Ja. Ezt gondolom a késes, a fém késes kasza. Felé szöktessünk-e? Jó fel van táva. A kanál. Fognak ide hidat tenni. Azt mondja Dani, de még belé fog tálni pár évbe.
Ja, és ki fogja az utat szélesíteni négy sávosra. Tájreszkedik ebbe a megyébe, mindenki építkeznek. Ja. Turista meg a nyugdíjasok, sok emberre jön ide, szeretik az óceánpartot, a nyugodt életet, a biztonságot, a tisztaságot. Itt Naples környékén, Collier County-ba, Collier megyébe. Na, úgyhogy elég jól levárta. De a taszítós géppel jobban szeretek dolgozni. Tisztább, nem várja ad mindent. Nem rászkodik, nem ordít, mondjuk tettem izét, fűle, hogy hívják ott hangtompítót. Ezt hangtompító nélkül vágtam le, és kicsit zavarja a fülemet, nagyon hangos. Két ütemű motor közel van ugye a fülethez. Na. Ennyi, nagyon egyéb nincs is, amit mutassok. Ezeket is levárhattam volna együttől. Hát most minden nem tudok levárni. No. Van még egy smoothie-m, 3-at megittam. Dávidnál munka, közbes focizás után. 3 elfogyott, így van még egy. Kis vizem, amíg az kitart. Mondjuk van még kajas víz a csomagtartóban, mert most voltam a Walmartba, bevásároltam, úgyhogy... Időben hazaérek. Tehát már az a terv, hogy a pajzsitot lenyírjam, nem is mutattam, de elég nagy lett. És ha időben hazaérek, akkor... Kilépek Imakalibe a piacra, jegyek banánt, meg még egy uborkát, meg ilyen cuccokat. Ugye szokásos heti haul, magyarul hogy is hívnánk ezt a hurcolást, cipelkedés, vagy egy szállítást, fuvarozást, kajafuvarozás. Ja, ugye egy-egy ilyen izére nincs jó magyar szó, mint unboxing, a valaki csomagolás ott van. Még ez a haul, ugye ez a fuvarozás. Meg sok másra is, mindig kell Google Translate-be beírjam a szavakot. Sokszor nincs egy jó megfelelőre. Na mindegy, csak annyi baj legyen, mondjuk angolul most már világi emberek vagyunk, nemzetközi emberek, úgyhogy megértsük egymást. De sok magyar szavat tanultam, mióta kezdtem videózni. És remélem ti is tanultatok vagy egy angolt, és vagy egy székőt. Na mindig, a nyelv az sose számít. Vagy papaja is van. De kicsit rongyosok, ez már több mint... Vagy 4 vagy 5 éve ott van ez a papaja fa, habár 1 millió kezdett nyílni körülötte. Le kell vágni, 3-4 évig ad jó gyümölcsöt a papaja. Utána szólt sem ér. Na itt van a pázsit. Mekkora már, egy olyan 10 centis körül van. Hamar nő, hetente egyszerre le kell vágjam. Mert hanem nehezen megy, ha nem vágja a gép, csak hamar feltelik a zsák. A fűzsák, az ízsák. És sokszor meg sűrűn meg kell állni, üríteni. Na így. Kiteszünk mindent száradni. Na, az oknim kiukott. Jó, le a nyugodja egy kicsit pihenni. Ezt nevezem életnek, gyerekek.
Jó, arnyékba ügyesen. Jobban a smoothie-ra reagyújtok, mint a smoothie-csikára. Előbb belészököm a vízbe. Azt hiszem sisteregni fog a bőröm. Nem veszélyes. Egy kicsit látom, hogy megkapott a fejem, mert meg itt ott ma a focizás közben utána a motoron. De már ugye annyira hozzá van a szokva a testem. Meg annyi vizet iszok, meg egy gyümölcsöt eszek, hogy a sok víz, meg antioxidáns, meg minden jó cuccok a gyümölcsökbe, az zöldségekbe, az nagyon véd. Jó. Nem égek el, egy kicsit is látszik, megpirosodik. Másnapra már barnos, nem hamlikás, nem faj. Soha semmit nem teszek rá. Semmit se kell nőcsöt, semmit belőlül. Kell hidratálni, meg ápolni a testet. Jó, jó antioxidánsokkal. Úgyhogy a bőr probléma nincsen. Jó, de persze nem szabad hülyére kimenni a napot, úgyhogy kimész a tengerpartra, ott ülsz egész nap, vagy a Balatonpartra, 5-6 órát, 8 órát kint a napon, hát az nem jó, az túl sok. Oda kell figyelni, mikor érzed, hogy fáj, akkor már az előtt ugye kell látod, mikor a bőröd egy kicsit kezd feszülni, meg fájni, érzed, csak oda kell figyelni. Ugye az árnyékban vizes póló, sok vizet inni, sok gyümölcsöt enni is. Ja, nem szabad. Nem ülök többet, én se kint a napon egy húzomba. Egy óránál többet. Attól függ ugye, hogy hol vagyok, de egy munka közben megyek, dolgozok. Már közben egy kicsit be az árnyékba. Ilyen szalmakalap. Oké, vizes póló. Fehér rövidű póló, vizet, egy azt veszed fel. Na mindegy. 3 óra van. Nem dumálok többet, gyerekek, meg csobbanok. Bényelem a smoothie-ot, se. Nem akkora macska. És levágom a füvet. Még egyet a végén csobbanok. És azzal csapom haza. Lehet csak reggel megyek ki a piacra. Ma már azt hiszem unni fogom, mire hazaérek. És az a baj, egy-egy üzlet, ma amire kérek 5 óra lesz, egy-egy ma bezár, amúgykor is kimentem délután 5-kor, vasárnap se. Be volt a gyerek a sarokba zárva a hűtőszoba, ahova járok. Fernandez Produce. Úgyhogy inkább megyek hónap reggel. Hogy szeretek lazítani. Fürödni és napozni. Semmit tevés, gyerekek, az a kedvenc tevékenységem. De megunod azt is, úgyhogy nem jó ezek csinálni mindent, csak ne legyen ott a kényszer. A nyomás, hogy na, és ezt csinálni kell, és kell menni munkába, és édes oda. Jó, hogy még ugye még kell kicsit dolgozzak itt ott, hogy jön egy kicsi pénz, amíg önállható leszek, de én választom meg, hogy hol, mikor, mit, és mennyit. Úgyhogy így ki lehet bírni, így is néha rosszul esik, ugye, mert szívesebben csinálnék, főleg most már egyebeket, ugye, az én fődám, én le is vagyok mindennel maradva, ha bár most ugye el vagyok azba, ugye, túl sok minden nem lehet csinálni, de meg a traktó sem enyém, meg pénz is kevés, úgyhogy túl sok mindent most nem tudok csinálni, de tudnék csinálni egyebeket, videókat, meg a honlapomot, meg a polo bizniszt, meg sok mindent lehetne csinálni. Na, de mindegy. Jó van ez így.
Még egyet aludni most. Na. El is húztam.